Vecsés országos hírnevét nem csak a káposztának köszönheti, hanem a savanyúságainak is. Éppen ezért a káposzta fesz kiadhatatlan része már évek óta a savanyúságverseny. Szeptemberben egy nappal a fesztivál előtt zajlott négy kategóriában a tradicionális vetélkedés a falusi általános iskolában. A savanyított káposzta kategóriát a Strom Kft. Nyerte. A sósvizes versenyben a Politker 2000 BT győzött. A káposztával töltött paprikában Stiller Roland volt a legjobb, még a csalamádé kategóriában a Rézner BT végzett az első helyen. A versenyről elismerően beszélt az Élelmiszerminősítő Társaság elnöke, aki egyben a zsűri elnöke is volt. Az idén valamivel kevesebben neveztek, mint a korábbiakban. Körülbelül egy ilyen 15-20 nevező vagy pályázó érkezett, de minden kategóriában azért 10 fölött volt a nevezések száma, kivétel a káposztával töltött paprika, amely egyébként az egyik kedvencem nekem személy szerint, hiszen egyik legnehezebben elkészíthető, jól elkészíthető savanyúságról van szó. Ebben a kategóriában sajnos csak 4 pályázat volt, a többiben 9-9 pályázat érkezett be. A savanyítás azért úgy gondolom minden háziasszonyért. Nem tudok elképzelni egyetlen egy magyar háziasszonyt sem, aki nem tedne el savanyúságot. Itt Vecsésen azért valahogy ezt jobban tudják. Ha bemegyek bármelyik üzletben és azt látom, hogy vecsési savanyúság, akkor bátrabban merem leemelni a polcról. Ennek a savanyúságversenynek volt-e valami újító ereje? Hoztak-e ide olyan savanyúságot, ami eddig soha nem szerepelt? Én azt gondolom, hogy a savanyúságversenynek elsősorban nem az újító erejében kell hinnünk és az újító erejére figyelnünk, hanem magára a vecsési savanyúságokra, amely tradicionálisan elfogadott a széles köztudatban, mint ahogy ön is mondta, ismert a vecsési, nem csak a káposzta, hanem általában a vecsési savanyúságok, és a vecsési savanyítók az elmúlt évtizedekben nagyon komoly elismerésre tettek szert a budapesti és a vidéki piacokon egyaránt. Én azt gondolom, hogy ennek egyrészt a hagyományőrzés, a megfelelő, megalapozott technológiai ismeret az oka, másrészt pedig kialakult az a tradíció, az a bizalom, amellyel az emberek ma már a vecsési savanyúságok iránt érdeklődnek.